meg szeretném, ha rám nézd. Nézd rá! Azt akarom, hogy gondolkozz. És szeretném, ha elmondanád, hogy kinek a vére ez. A feltételezett baleset vagy bűncselekmény részleteit Dennis Kelly kamaradrámájának nézői ugyan megismerhették az Árvák című előadásból, ám azok a nézők, akik nem olvasták az eredeti művet és egy könnyű esti krimire számítottak, nem feltétlenül azt kapták. Sokkal inkább egy társadalmi feszültségeket is boncolgató darabot, amiben helye volt a félelemnek, a bizonytalanságnak, az agressziónak, mint a hétköznapi életben. Az a sztereotípia, hogy a nyáron kimegyünk a szabadba, elmegyünk a szabadtéri színházba, és ott nézünk valami igazán könnyed, szórakoztató dolgot, az szerintem megdőlni látszik itt nálunk, mert sokkal nagyobb igény van a magas tartalmas dolgokra. Eredeti vállalásunk ez benne volt, hogy prózai színházi műveket hozunk ide, és volt némi izgalom ekkor, hogy el tudjuk adni, de azt kell mondjam, hogy talán sokkal jobban szól időnként, mint egy operett vagy egy nagy zenés habos-babos, vagy akár egy koncert. Tehát mondhatom azt, az idei évadban is megtörtént, hogy valaki egy monodrámával betöltötte az egész nézőteret, tehát fullházzal és üvegcsenddel. Vagyis létjogosultsága van a szabadtéren is a drámának, a színvonalas mély gondolatoknak. Ahogy az a Horváth János Antal rendezte Árvák lejáró próbájából is érezhető, Lovas Rozival, Lengyel Tamással és Molnár Áronnal remek darab ez. Ám csak egy a Városmajori Szabadtéri Színpad több mint 70 idei produkciójából, amit a hely 100. születésnapjára szerveztek. 100 évvel ezelőtt filmszínházként nyitott, és ugye harmadik éve most már csinálunk ennek tiszteletére mozit is. Találtunk itt két igazán régi mozigépet, és volt retrovetítés cellulózról. Szóval, hogy igyekeztünk úgy összerakni, hogy megemlékezünk magáról a 100 évről is, egy olyan formán, hogy írtunk egy darabot Nyári Krisztiánnal és Horváth János Antallal. Ez fölöleli azt a 100 évet, amit a Városmajorülés környékén történt, és tulajdonképpen a környék azon lakóit fogja megszemélyesíteni, hogy valamilyen módon kapcsolódnak a kultúrához, irodalomhoz, színházhoz. A jubileumi programot a Szabadtéri Színházak találkozója nyitotta itt a Városmajorban, majd egy rendkívül népszerű Margó Fesztivál volt a következő vendég, 25 ezer érdeklődőt megmozdítva. A sima hétköznapokon pedig hetente filmvetítés, koncert, operett, dráma, vígjáték, valamint tánc előadás, olyan neves társulatokkal, mint a győri és a szegedi kortárs balett. Színházi előadásokat többek között az Orlai produkció, a Radnóti és a Katona József Színház is hoz a szabadtéri színpadra. Tóth Sándor a végére egy desszertet is tartogatott. Az évadunk végén szokott lenni az a színházi találkozó, amire válogatunk, és amin egy nagyon jó nevű zsűri szokott dönteni a helyezések sorsáról, de hát igazából ez egy olyan szemle, ami bemutatja azt a Budapesten kívül zajló színházi életet, amit egyébként a budapesti színházba járók vagy kultúrafogyasztók nehezen érnek el. A színházi találkozóra főleg vidéki és határon túli produkciókat hoznak el a fővárosi közönség elé. A Városmajori Szabadtéri Színpad által szervezett előadásokat egyébként ezután a Margit-szigeten, a Kristály színtéren is élvezheti a közönség. A 100. születésnap alkalmából pedig egy archív fotókból készült kiállítást szerveznek a színpad környezetében.